Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák. Tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal. Tartsatok velünk! Folytatjuk a rádiusz témakörét, hiszen az előző részben megígértem, hogy egy kicsit alaposabban utána nézzünk, hogy milyen rádiuszos képességei vannak a router A kliens megoldásokról, illetve hát azokról a szolgáltatásokról, amelyek képesek rádiusz használni, mert beszéltünk ebben a részben, de itt az ideje, hogy megemlítsük magába a routeros be integrálható, illetve telepíthető rádiusz a User manager -t. A User Manager önálló csomagként érhető el, a telepítést követően azért ellenőrizzük le, hogy a rendelkezésre licenszünk az megfelelő mennyiségű session fogja majd támogatni, hiszen a klasszikus RouterOS licenszelésben van egy ilyen korlát, ha megvizsgáljuk az itt látható táblázatot, a User Manager aktív sessionök számát Sajnos a licensz levelek korlátozzák, tehát általában mondjuk egy négyes licenszer rendelkező rúterre, majd maximum 20 párhuzamos session fogunk tudni egyszerre futtatni, illetve ekauntolni. Level 5 esetén 50, és ugye kontroll esetén lesz majd ez ö, korlátlan valójában. CHR esetén nem tudunk ilyen limitációról. A telepítést követően a User Manager beköltözik a Winboxunk oldali menüjébe, nyilván mint a Webfigbe is, és ott konfigurálhatjuk magának a rádiusz viselkedésnek a paramétereit. Ezeken szeretnélek most titeket végigvezetni. Az első és legfontosabb kérdés talán az adatbázis, illetve az adattárolás kérdése, amelyről a routers fül settings gombjára kattintva, azon például a database menüpont alatt fogtok tudni rendelkezni, illetve hát megvizsgálni, hogy hogy áll az adattárolás a user manager kapcsán. Természetesen itt megadhatunk egy elérési útvonalat, tehát ha a rúterünk esetleg külső storage van bővítve, vagy az mondjuk SSD-vel, vagy bármilyen más meghajtóval rendelkezik, akkor itt a megfelelő alkanysztárba kell konfigurálni majd az aradbázis elérési útját. Az aradbázissal kapcsolatban több műveletet végezhetünk még itt, menthetjük, betölthetünk egy korábbi mentést, illetve akár optimalizálhatjuk is, ami... Érzésem szerint talán az adatbázisnak a vákumozását, illetve az időközben gyakran jövő menő adatok kellene, helyén keletkezett űrt fogja majd eltakarítani, illetve újraindexelni az adatbázist. Illetve hát akik hatos router költöznek, és már korábban konfiguráltak user manager itt fogják tudni a migrációt elvégezni az adatbázisukon. Nézzük át a settings ablak paramétereit. Az Enable Checkbox fog arról rendelkezni, hogy a rádiusz szolgáltatásunk egyáltalán fusson és hallgatózzon az alábbi két porton, ugye, ami egyik az autentikációra, a másik pedig az accounting információk érkeztetéséért, illetve fogadásáért fog majd felelni. A tanúsítvány menüpontban az EAP sel kapcsolatos tanúsítványt kell feltöltenünk, a Use Profiles pedig azt fogja eredményezni, hogy a rádiusz ebben az esetben fogja majd a limitációk, illetve a User profile kapcsolatos paramétereket is használni, amikor autentikációt végez. Enélkül is használható, ha csak egyszerűen egy felhasználói jelszó ellenőrzésre, illetve egy arra adott egyszerű válaszra szeretnénk a rádiuszunkat használni, akkor lehet, hogy ezekre valójában nincs is szükségünk. Fontos, hogy a User Manager, illetve a RouterOS-nek a konfigurációja az két különböző halmazba oszlik meg. Maga a User Manager konfigurációja egy önálló külön eskolait fájlba történik, abban rögzítjük a usereket, a session információkat és minden egyéb aprólékos paramétert, ami a user managerrel kapcsolatos két dolgot kivéve, az egyik az enable checkbox, a másik pedig az adatbázis elérési útja, amit ugye az adatbázis paraméterek között definiáltunk még elsők között. Ezek a routeros RouterOS konfigurációban kerülnek rögzítésre, tehát fontos, hogy ha esetleg routeros konfigurációra szetett végeztek, akkor ezt a két dolgot mindenképpen helyesen újra be kell állítani. Miután a settings alatt engedélyeztük a szolgáltatást és megtettük az alapvető rendszerparaméterek beállítását, utána rögzíthetjük magukat a klienseket, a nasokat ugye, mint korábbi részből már megismerhettétek. Ezek a nasok fognak felelni a hálózat hozzáférés vezérléséért, hozzáférés ellenőrzéséért, és ugye ők fogják tulajdonképpen a felhasználókat azonosítani, aztán valamiféle paraméterekkel ellátni, illetve majd később a viselkedésükkel kapcsolatos mérési eredményeket, információkat beküldeni a szervernek. Ezeket rögzíthetjük itt. A konfiguráció egyszerű, mindössze egy egyszerű elnevezést egy jelszót és egy IP címet kell megadnunk, IPv4 vagy IPv6, attól függően, hogy milyen protokollt használunk, illetve egy COA portot, a COA a Change of Authorization portja, és ez fontos, hogy majd a kliens oldalon a nasokban is konfigurálandó, hiszen ezen a porton keresztül tud maga a rádiusz szerver üzenni vissza a nasnak, ha mondjuk neki az autorizációval kapcsolatosan valamilyen változást kell érvényesíteni a felhasználón, vagy akár mondjuk le kell zárnia egy session terőszakkal. A múltkori részben már megemlékeztünk róla, hogy a rádius szerver a nasokat a szikrettel és az adressz paraméterük alapján azonosítja. Tehát ha esetleg a hálózatban a nasok, -ok, illetve a rádius szerver között natolást alkalmazunk, erre gondolnunk kell, vagy ki kell kerülnünk ezekkel az információkkal a natolást, el kell kerülnünk, hogy a forrás címek megváltoztatásra kerüljenek, vagy pedig, ami nem túl jó ötlet, a routereket a natolt új forrás címükkel kell rögzíteni az adatbázisban. A routerek vagy nasok -ok rögzítését követően Vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán milyen paraméterekkel kommunikálhatunk és mit közölhetünk a rúterekkel a felhasználói autentikációkat követően. Az Attributes fül magáért beszél, hiszen azokat az attribútumokat mutatja meg és listázza, melyekkel a rádiusz szerver, illetve a kliensek kommunikálnak egymással. Ezek az autorizáció, illetve az autentikáció során használható különböző paramétereket tartalmazzák valójában. Természetesen az a lista bővíthető, tehát ha olyan nasotok, vagy olyan routerek van, ami valamilyen extra egyedi, vagy akár úgynevezett VSA, tehát a vendor, specifik attribútumot igényelhet, azt akár itt be tudjátok állítani, és meghatározhatjátok annak a viselkedését. Ahhoz, hogy a rádiuszszerverünket el tudjuk használni, fel kell töltenünk felhasználókkal. Ugye ezt a users menüpont alatt tehetjük meg, és itt rögtön jön egy kellemes dolog, ami a MikroTik rádiusz megoldásában mondhatni egyedi, de már el is várható manapság, hiszen amellett, hogy a name, a password paramétert, illetve a groupot megadhatjuk, felfedezünk itt egy OTP Secret nevezetű mezőt, amibe egy one time password base 32-es változatát kell beillesztenünk, és ezzel például autentikátor alkalmazás bevonását kérhetjük a felhasználóktól, és a jelszavukat ezzel a kapott kóddal kiegészítve valamelyest biztonságosabbá tehetjük az autentikációs folyamatot. A felhasználó konfiguráció és felvétele során rögtön rendelkezhetünk arról is, hogy a felhasználó maximum hány session üzemeltethessen, tehát nyithasson egyáltalán a hálózatban. Alapértelmezetten ugye az érték itt egy, ezt természetesen majd a hozzá kapcsolódó csoportban is felül tudjuk bírálni, ha szükséges. Viszont ahhoz, hogy ilyen információnk legyen, ahhoz majd mindenképpen accountingot kell használni, az adott résznél majd erről kitérünk, hogy hogy is. És persze itt a felhasználónál már rögtön elkezdhetjük sorolni azokat a rádiusz attribútumokat, amelyekkel neki valamilyen paramétert állítunk be, valamilyen információt, konfigurációt szeretnénk átadni. Természetesen ezek az attribútumok az attribút alatt megtalálható halmazból kerülnek kiválasztásra és beállításra, annyi plusszal, hogy nyilván a kapcsolódó értéket is rögtön konfigurálhatjuk. Egyen jobbra a User Groups fül alatt a felhasználóink közös autentikációs eljárásait, illetve a közös attribútum listáját fogjuk tudni konfigurálni. Valójában ennyi elég is lenne ahhoz, hogy egy átlag felhasználót rádiuszparaméterekkel, paraméterhalmazzal lássunk el, de hát vannak olyan összetett megoldások, hotspot, a PPP framework használata, ami további limitációkat, profilokat, egyfajta ilyen díjcsomagviselkedést, akár online fizetést is feltételezhet, illetve hát jó jönne, ha lenne. A további füleken ezeknek a lehetőségét fogjuk megtalálni, és megismerkedünk a Limitations, a Profiles, illetve hát a hozzájuk kapcsolódó User Profiles, illetve Profile Limitations nevezetű menüpontokkal, amelyek már a tényleges csoportok, konfigurációs paraméterek egymással való összekapcsolásáért szolgálnak és felelnek majd. A Limitations fül alatt egy új limitációt felvéve, az ilyen díjcsomag jellegű beállításokat határozhatjuk meg. Ezek lesznek azok a korlátozások, Mennyiségi limitek, amelyeket a felhasználók a hálózatunk használata során fognak majd tapasztalni. Például akár adatmennyiségi limitek, felletöltési vagy akár mindkettő együtt, akár session limit, tehát megadhatjuk, hogy egy adott bejelentkezett felhasználó session meddig tarthat, meghatározhatunk sávszélesség limitációkat, ehhez különféle paraméterek halmazával, tucatjaival találkoztak, és ugye tudjuk, hogy van limitet, van bursting, és a, egyáltalán a queuing konfigurációjával kapcsolatosan rengeteg olyan paraméter, ami klassz dolog, nagyon sokat irányíthatunk ezek közül. Természetesen ezeknek a paramétereknek a beállításáért is rádiuszattribútumok felelnek. Ugye ez a rádiuszattribútum attribútum tábla, amelyet a mikrotik is támogat, található meg az attribút alatt, amiről korábban csak néhány gondolatot említettem meg konfiguráció utolsó pár mezőjében pedig dönthetünk arról, hogy ezeket a számlálókat időközönként esetleg lereszeteljük-e, és azt mondjuk milyen gyakran vagy hogyan tegyük. A Profiles menüpont alatt fogjuk tudni a valódi díjcsomagot létrehozni. Abban is segít nekünk, hogy akár a felhasználók által látható elnevezés is lehet szebb, beszédesebb, így könnyebben ki tudják választani és ellenőrizni tudják. Ugyanis a User Managernek van egy olyan webes felülete, amelyet a felhasználók a saját felhasználói is jelszavukkal, ugye, amit a users menüpont alatt fölvettünk, elérhetnek, ott bejelentkezhetnek, és különböző módosításokat, lekérdezéseket, statisztikákat láthatnak a rendszerrel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a díjcsomagot, a profilt, illetve a hozzátartozó limitációt össze tudjuk kapcsolni egy logikai egységbe, a Profile Limitation alatt konfigurálhatjuk azt, és kapcsolhatjuk össze, hogy mely profilhoz melyik limitáció kerüljenek beállításra, és ráadásul ezt időmegszorítással is megfűszerezhetjük. És végül jön a User Profiles, ami pedig, mint vártuk, végre összekapcsolja majd a valódi felhasználót a megfelelő profillal. Itt természetesen ezt többször is megtehetjük, tehát ugyanaz a felhasználó több profil is társulhat, az esetleges időbeállítások, vagy akár a kézi aktiválás fogja majd segíteni a rendszert abban, hogy éppen melyiket kell épp aktiválni a beállított profilok közül. Szárazon ez a User Manager, de mit ér a User Manager gyakorlati példa nélkül, tudjátok, azt is fogok majd hozni, de majd a következő részben. Sziasztok!